Legutóbb a harmadik fordulóban a Pécs ellen nyert hazai környezetben a Malsó Nyíregyháza, így az év utolsó meccsén mindenképpen győzelemmel szeretnének búcsúzni a szurkolóktól Lekliék. Nem lesz könnyű dolga a házigazdának, mivel az Albafehérvár a gyengébb bajnoki kezdés követően egyre jobb formában játszik. A center 3 évvel ezelőtt bajnokságot és kupát nyert fehérvári színekben, épp a jelenlegi edző Branislav Zunic irányításával, így tisztában van azzal, hogy mit várhat a szombati ellenféltől. Ez egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, ahol nem mi leszünk a mérkőzés esélyesei. Ugye a Fehérvár az egy nagyon komplett csapat, nagyon jó légiós és magyar maggal rendelkeznek, illetve ezt a gyors kosárlabdát játszák, ugye Zunic ezt nagyon szereti. Úgyhogy nagyon oda kell figyelnünk a védekezésre, a lepattanókra, az eladott labdákra, mert kőkeményen támadnak minden egyes passávot, mindenki megy a lepattanóért, támadó, illetve védő lepattanókért, és nagyon nehéz lesz a körtén belül dolgozni, mert szinte mindenki oda koncentrálódik, és onnan rohannak, kisprintelnek ki a hárompontos, illetve a középtávoli dobásokra. A korábbi meccseken rendre akadt egy-két átlagon felüli teljesítmény a nyíregyháziaknál, Lekli szerint ezúttal többre lesz szükség a remélt győzelem megszerzéséhez. Fehérvár ellen úgy van esélyünk, hogyha nagyon masszívan tudunk védekezni, illetve legalább 4 emberén úgy gondolom, hogy 4 embernek kéne extrát hoznia, ugyanúgy, mint Berényben, hogy sikerült 4 embernek jól játszani, mert 1-2 ember extra teljesítménye szerintem kevés lesz erre a mérkőzésre. A forduló további párosítása a következő: Kecskemét Pécs, Zalaegerszeg atomerőműese, Körmend Szolnok, Kaposvár Jászberény, Sopron Mafc és Szeged Szombathely. A Malsó Nyíregyháza Albafehérvár mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Bemiskola csarnokában, a Kölcsei Televízió nézői pedig vasárnap 21 órától láthatják az összecsapást.